nagy, nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én nagy pártom tiszta vagyok. Éreztem. Én meg simán szőnyi László Gyula. Minden idők legjobb tíz filmje. Osztottuk, szoroztunk kollégámmal, dr. Szőnyi László Gyulával. Doktor nélkül. És a negyedik évadát záró filmes műsorunk eddigi adásai alapján javasoltunk tíz filmet egy posztban. Aztán jöttek a kommentek, csak jöttek, jöttek, millió számra. Szerint mindig jönnek. És még mindig jönnek, most is jönnek az SMS-ek. Gyula, kérlek, halkíts le a telefonodat. Most. És Most, hát változtattunk a listán, sőt, az is lehet, hogy még most adás közben is változtatunk, rajtatok is áll. Hú, de izgulok. Akkor melyikkel kezdjünk? Nyilván annyit azért tegyünk hozzá, hogy a világon talán itt számolgattunk már valaha ilyesmiket, évente ma már 8-10 ezer film születik, és egy emberi életben maximum 6 ezer filmre van időnk, te megnézted ezt a 6 ezer filmet. 7 ezernél tartok. És akkor esetleg van még olyanabb ember is, de az már nem emészt. És van az... még olyan. Igen, ezek mondjuk eljutnak 10 filmig, és akkor mi van a maradék? 400 ezerrel, vagy még többel. Szóval, ha sok film van, amiket nem fogunk tudni megnézni, körülbelül a világ filmtermelésének 99,8%-át nem fogjuk látni, Ergo lehet, hogy érdemes maximalistának lenni, perfekcionistának, snobnak, hogy akkor, a, 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 akkor már tényleg azok legyenek, amikre az időt szánunk, főleg, hogy az élet rövid, amik a legjobbak. De az örök élet hosszú, csak nem biztos, hogy ott mozézni fogunk még. Rengeteg lista van, de hát egyik lista sem olyan, mint a mi listánk. A mi listánk ugyanis objektíve, tudományosan, a mindenfajta szubjektivitás nélkülözve tényleg a valódi értékükön közdi a filmeket. már maga az is, hogy kettünk véleményét össze kellett vetni, aztán az is, hogy a ti véleményeteket is beraktuk, illetve hát azért korlátozza a listát, hogy csak az általunk már elemzett filmek közül válogat. És akkor Bergman és Tarkovsky, vagy mondasz rendezőt? Mellik? Vagy a te nagy egyik kedvenced? Nekem <laughs> elég sok van, Ellen Parker is kivaradt. Ő rá gondoltam. Ő rá hát hasonló véleménye van Kálmán is, aki azt írja, hogy úgy tudom, hogy létezik a brüsszeli 12, ez most nem politika, írja Kálmán, mm. ami még az én gyerekkoromban tartotta hivatalos rangját. Brüsszelben jöttek össze neves filmeztéták, 58-ban is megnevezték a 12 legjobb filmet, azóta iszonyatosan sok film készült, a lista már nem lehet vérvadó. És... Hát azt hiányolja Kálmán, azt írja, szerintem legalább hasonló szintű döntnökök nemzetközi szinten, és alkalom lenne az, ami elvárható lenne egy ilyen lista összeállításához. Gyula, te érzed magadban az erőt egy ilyen listához? Ilyennek éreztük magunkat, és azért vágtunk az egészbe bele. De Kálmán mégis így zárja, két magyar ember döntése, egy ilyen egy kérdésben elnézést kérek tőlük, de kevés. E rosszul esik Kálmánnak a Akkor most már megvan, hogy miért aludtam rosszul tegnap, tegnap előtt is az előtt. Föl, a kesztyűt. Próbálkozunk, úgy is mondhatnánk. Úgyhogy jelentsük be nagy hírrel, nagy dobszóval, hogy a tizedik... Csinadrattával. hogy a tizedik legjobb film a némaság! Ezt így volt. Igen, szabot. mondom. Most ez volt az a film, ez volt az az, az alkotás, amiről a műsor készítése előtt közöltett, hogy erről rosszat nem mondhatok. Martin Scorsese 2016. Tényleg ezt mondtam róla. És én fel voltam háborodva, de úgy utólag megértem, jeleztet, hogy ez nem film, hanem filmes élmény, valami ilyesmi. nagyon de szépeket mondtam, és köszönöm, hogy ezeket idézed, ennyire belédéktek. Pájd, a, 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 a nem nem mi nézzük ezt a filmet, ez a film olvas mi bennünket. Ez jó, a koel ez, ez, több, mint koel jó, nagy pászabolcs. Úgy gondolom, hogy hát elnémulunk e film előtt, hogy még uh -huh. idénkedjen tovább. Ugye hát ez az Isten élményről szól ez a film, és nem csak az amolyan Isten élményről, hogy imádkozunk, meg nem tudom, meggyógyul a nagymamánk, hanem egy egészen sajátos helyzetet, a missziónak a helyzetét és az üldöztetésnek a pozícióját vetíti elénk, amikor az Isten várnánk, hogy a segítségére siet a kétségbesett misszionárusoknak, akik az ő ügyét szolgálják, de Mert az hogy Isten az az alaptörténet marad. Mert hogy az az alaptörténet, hogy két fiatal portugál jezsuita szerzetes Japánba utazik, körülbelül a 17. században, hogy eltűnt mesterüket megtalálják, valami ilyesmi az alaptörténet. És meg is találják, is, meg nem is. Uh -huh. é, tele van Csaba e e a film. A hitünkről is, ezt elfelejtettem mondani az adás előtt, hogy csak jót mondhatsz erről a filmről, Gyula. Én csak, csak ismertettem csak objektív leszek. De mi van azokkal, akik meg nem hívők, kérdezem, Szabolcs? Hát pontosan. Sőt, hát itt De most a tagadás nézői. is történik. Uh -huh. Uh -huh. Hát a, a film lebegteti ezt, és Skorzi maga egy, egy ilyen önvallomásban nyílik meg e filmben, lebegteti, hogy egyáltalán van-e Isten. Ez adja a filmnek a mélységét, hiszen milyen, milyen Isten volna az, aki nem felel a bajban. Uh -huh. És ugye itt az az alaphelyzet, hogy arra kényszerítik, vagy egy választás eljállítják ezeket az elfogott katolikus szerzeteseket, meg az ottani parasztokat is, hogy megtapossák a Jézus ö, ikont. Így van. És most már kezdem érteni, most ráéreztem, hogy mi milyen filmeket szeretünk. Ugye ez az ötödik pecsét záró jelenetének az előjövő döntési kényszere. Mi ezekkel akarunk valamit kezdeni. Mi az életváltoztató filmeket szeretjük, ahogy ezt beharangozzuk a beharangozóban. És, és... nem is volt, de valami, ami hat. Ezek után lehet, hogy az ötödik pecsétnek annyiszor hivatkozunk rá, szintén helye volna a top 10 között. És ö, hát engem azt fogott meg, hogy a végén, a film végén a Júdásnak lesz egy párfordulása. Igen. De van, akit meg a, a patakból ivás, amikor meglátja önmagát Krisztusként, Elgrékót is megidézve. A számos uh, filmes képzőművészeti alkotás is felbukkan ebben a filmben. Sajnos mennünk kell tovább. Uh. Attila Tas véleményét figyelembe véve, mint minden lista, természetesen ez is elfogultságot tükröz. Meg kell, hogy nyugtassuk Attila Tast. Semmiféle elfogultság nincs bennünk. Harag és észrehajlás nélkül uh -huh. dolgozunk. Jöjjön is, következzen is a világ kilencedik legjobb filmje a mások élete. Florian Henkel von Donnersmarck 2006. hände unter die Schenkelflächen nach unten. Most nem értem, Szabi, az élet amúgy is próbatételek elé állítja az embert, és akkor itt vannak bizonyos korszakok, nácizmus, kommunizmus, amik rátesznek erre, és már megint az ötödik pecsétnél tartunk, na szóval ilyen vagy-vagy helyzetekbe raknak bennünket. És az én szüleimnek a nemzedéke az, amely megélte mind a nácizmust, mind a kommunizmust, azért mi sem panaszkodhatunk Gyula, tehát én ugye voltam nem csak kisdobos, hanem úttörő is, uh -huh. tehát a marxista totalitárius diktatúrához volt szerencsém, innen is szeretettel üdvözlő uh -huh. Marxot, és ez a film is egy olyan országot ábrázol, az NDK-t, amelynek volt Szerencséje előbb a nemzeti szocializmushoz, majd pedig a keleti blokk egyik legkeményebb stázi diktatúrájához. Nagyon sok időn keresztül dolgoztak magán a forgatókönyvön is, és a szereposztásnál Uri műje játsza az esztétisztet, a főgonoszt. Okay. És arra a kérdésre, hogy hogyan készült a szerepre, azt felelte, hogy emlékeztem. Ez kicsit mm -hmm. emlékeztet bennünket a Szerelem című magyar filmre, aminek szintén akár helye lehetne a top 10-ben, ahol Darvas nem Ivánnak nem kell semmit játszania, csak emlékeznie és azt előadnia. És ami Amerikában fikció, az nálunk, itt európában valóság volt. De hát a mi közvetlen környezetünkben is ismerünk kell lebukástörténeteket. 90-as években kiderült, hogy a, nem tudom, az egész szerzetes rendet besukta, ahová e, lelkileg töltekezni járt látszólag. A filmnek van egy további dimenziója, nem csak ez a totalitáris diktatúra, hanem számomra azok a legdöbbenetesebb képek, amikor ugye ez a szürke megfigyelő tiszt egy művész e, szerelmes párnak a, az életét figyeli meg, nem csak azt a lángoló szenvedélyes szerelmet, hanem azt a művészettől átítatott polgári e, Értékes életmódot, és ő egy összevetve a sajátjával, tulajdonképpen az életét látja kiüresedetnek, és ő hát aztán egy ilyen gondviselői szerepbe emelkedik már már Isten helyére, mert ő és sorsfordulataiba kezd beleavatkozni a párnak, ami semmi óra nem vezet egyébként. Viszont előbb-utóbb a mások élete után végre már kezd saját élete is lenni, hm. és hát ugye az ő fordulata, amikor egy ő, mint hithű kommunista, kiderül számára, hogy kommunista főnöke mennyire korrupt, akkor meginog az ő hite a rendszerben is. Na de innentől már menjünk tovább. Még egy utolsó gondolat, hogy a, itt minket megáldotta a sors Közép-Európában, hogy mindkét totalitáros diktatúrán szerencsénk volt, és ezt a tapasztalatot el kell vinnünk nyugatra. És sok nyugatinak, különösen marxista ismerőseinknek, a mások életéhez hasonló filmekkel érdemes fölnyitni a szemét. Uhum. Amit valószínűleg nem fognak végignézni. A világ nyolcadik legjobb filmje a, a Keresztapa! És valahol itt ér össze a minőség és a mennyiség, csak hogy ilyen nagy szavakat mondjak, mert hogy az IMDB is dobogós, és a szakma is nagyra becsüli. És, és mi is nagyra becsüli. És mi is. Ami tökéletes alkotás beszippant, és előtte itt vitatkoztunk arról, hogy a keresztapáról, beszéljünk. Vagy a keresztanyáról. Vagy pedig a, a keresztapa 1-2-3-ról, mert hogy itt nehéz elvonatkoztatni attól, hogy aki látta, az valószínűleg mindhármat látta. Francis és... Ford Coppola 72, 74 és 90 ben rendezte meg a három részt. És ott ült 9 órán keresztül a moziteremben, és, Hú. és azt érezte, hogy ez bizony, tehát ez egy eposz, most mi bekerültünk ebbe a, az amerikai maffia család. Már más sátántangos élmény. Így van. Ezt ironikusan mondom, egészen más élmény. És valóban a keresztap az, az rengeteg szempontból elemezhető. Engem nagyon izgat az államelméleti elemzési mód, tehát a hatalom megragadása, megtartása, szüntelen erősítése és megvédése, és mindez több maffia család szempontjából is. Persze mi a egyiket követjük, vagy az egyikkel a közép követjük ezt. De nagyon érdekes a nemzedéki elemzés is, mm -hmm. tehát a hatalom hogyan adható át, és nem csak a hatalom, hanem egy értékrend is. Ez font... a, az értékrend az meg már átvezet minket a talán legérdekesebbhez, az erkölcsi e elemzéshez, mert bármilyen furcsa hangzik, a maffiában is létezik erkölcs, csak az nem az az erkölcs, amit mi annak nevezünk, de itt is lehet rontani, hibázni halálos büntelkövet. És akkor hogyan változik maga? nem csak a hatalom, hanem a hatalom gyakorlatilag is az erkölcs hmm. függvényében. Meg a nemzedékek haladtával. Igen. Meg a Z bűnjelleg is, tehát jön a kábítószer. Igen, 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 az még letiltott az első időszakban, sőt, emlékszem még Clemenceára, Bárdzínira, Szolodzóra, ricire, stb. Az, az olasz-amerikai színészet színe javát elénk van a film. De ugyanakkor van egy csomó zseniális színész, van, aki most fog befutni, van, aki már nagy legenda, úgymond, és, és van egy csomó ilyen egyszerű ember, akik egyáltalán nem voltak színészek, hanem egyszerű olasz arcok. Érdekes, az olaszoknál sokkal jobban megvan ennek a hagyománya Pázolininél is, hogy, hogy egyszerű amatőröket hozzunk be, mert az ő arcuk az hitelesé teszi az alkotást. És végig ez a feszültség vibrál benne, ami egyébként az ilyen kremlinológiai filmekben is, ebben a maffia filmben is, hogy a, van az ügy, a nagybetűs ügy, és hogy ez hogyan hat a magánéletre, mondjuk amikor megölik az ember fiát, tehát akkor hogyan kell erre szakmailag reagálni, most a vérbosszú a intézményre gondolatunk, de mikor van helye esetleg a kibékülésnek, vagy a lapozásnak. Uh -huh. és, és, a... és ott vannak a nők, bocsánat, akik ennek, hát nem teljes játékos, ugye őket kiküldik a szobából, amikor üzletről van Igen. szó, és hát ők szenvedik meg leginkább ezeket a haláleseteket. Uh -huh. Azért soroltam fel ezt a sok nevet, mert hogy egy regényben, ahol bukannak fel ezek sorra, és hogy ismerjük meg szépen őket, megpróbálunk azonosulni, szembehelyezkedni, viszonyba kerülünk velük. Na de menjünk tovább, hetedik legjobb film. Csillagok között. Interstellar. Christopher Nolan 2014. Ez a te film, egyulag neked kell beszélni. Akkor csak róla. én beszélek. A világ egyik legrosszabb befejezésű filmje. <laughs> Tényleg, de nem fogom most végvenni, hogy miért. Nem hiszem el a befejezést. Akkor, de... amikor meghal föl, robban, levágják a fejét. De kevés film van, amin ennyit gondolkoztam <laughs> ebben az évben. például, hogy, megtapasztalom felnőttként, hogy az idő nem állandó, hanem gyorsul. Ezt azért így 15 évesen, meg 20 évesen nagyon másképp gondoltam. Ez jó. Maga az idő relativitás abban a számomra központi jelenetben, amikor leszállnak egy bolygóra, ahol másképp telik az idő, és mire visszaszállnak az űrhajóra, néhány év, évtized elpattan. Ez zárójel, ez már a nagy földrajzi felfedezéseknél is így volt, hogyha az Atlanti óceánon rossz irányba indultak meg Amerika felé, akkor esélyük sincs oda jutni, mert nyomja őket vissza a golfáramlat. Ezzel szemben mondjuk a 15 csak repülnek, tehát az idő megtapasztalása ezektől a, plusz adottságoktól is Itt is van, ilyen jelenségek jelennek meg. Vagy hogy időutazással tudunk-e visszajönni, és a rossz döntéseit az utódainknak esetleg befolyásol. Esetleg nem mi magunk vagyunk-e az ufók, akik visszajönnek. Vagy, mit tudom én, ha az embernek megszületik egy gyermeke, és akkor egyszer csak észreveszem, hogy a gyermekben látom, azt a nagymamát, akivel ők nem találkozhattak, de mozdulatról mozdulatra. Akkor itt most ők látják egymást, vagy nem látják? Ők hogyan kommunikálnak? Genetikán keresztül kommunikálnak, vagy van valami többi is? János figyelmeztet bennünket. Arra minden filmból más tízese van. Itt akár el is keserethetnénk, de így folytatja János, de az általatok felsoroltak is. Nagyon-nagyon jó. Ez Na, azért megnyugtat minket. Ez jól esik nekünk. És akkor következzen, Hát melyik? A hatodik! És melyik a hatodik? 12 dühös ember. Ez viszont szabja a te 1957. És nem csak az én filmem, tehát az egyik hozzászóló azt írja, hogy ugye az eredeti listából kiadtuk, ilyen öt felkiált ellen, 12 dühös ember, meg én írja Levente, és igaza van, hát nem lehet kihagyni. Egyébként jogászként alapfilm, alapvető szerepet játszott abban, hogy én jogra mentem, amikor megkérdezték Amerikában, hogy melyik film miatt mentek jogra joghallgatók, akkor a Ne bántsátok a Fekete Rigót és a 12 dühös ember nyert. A szinten értelmezhető ez a film, ugye 12 esküt ül egy szobában, tehát akár a világ legunalmasabb filmje is lehetne, de nem az, hanem a világ legizgalmasabb filmje. Ezek az emberek vitatkoznak, és egy ember a prototípikus liberális, ő föláll és megvédi a maga igazát, és egyre többen látják be az ő igazát. Ugyanakkor egy posztmodern film is, hiszen nem arról van szó, hogy ki a gyilkos, hanem arról van szó, hogy az igazság itt is, itt is és itt is megismerhetetlen, bizonyíthatatlan, és ezért megalapozott kétel van arra, hogy nem kéne elítélni a fiatalember. Hogy nevezik ezt a két kétfajta krimi hagyományt? van Who a, done it? meg a Haukacsem. Igen. És hogy ez igazából egy harmadik egy harmadik, igen, egy How Not to Aha, ugye tárgyaló termidráma, de te inkább do? egy eskücék termidráma, hm. és mondtad, hogy sokan emiatt mennek jogásznak Magyarországon is, mint például te, csak van egy probléma, hogy Magyarországon nincs eskütszék. Ezt erre te Ez így van, a filmben egyetlen egy jogás sem szerepel. Tehát laikusok, akik elvégzik azt, miért? a munkát. Miért az eskütszék is laikusnak? Igen, laikus. Uh -huh. Hát tehát magában a filmben nem jogászok vitatkoznak. A jogászok ugyanis, tehát ügyvéd úr, ügyész úr, bíró úr, nyomozóhatóság nem végezték el a feladatokat. Uh -huh. Ennek a derék főhősünknek kell végig gondolnia, hogy melyik idézőjelben bizonyíték miért hibázik. Uh -huh. Na szóval az egy színházszerű darab, egyetlen egy térben játszódik, a kamera játszik, hogy hol közelít, hol távolít, de minket már ott ö, elfog a görcs, hogy idegen férfiak össze vannak zárva, és ö, ebből nem szakott jó dolog is. Igen, hol vannak van, a nők, kiáltottál föl együtt nézni a filmet. De aztán szépen megismerik az ügyet, mi meg megismerjük őket. Ákos viszont azt írja, hülyeség, nincs legjobb tíz, mindegyik listával egyet lehet érteni, mi nem értünk egyet Ákossal, nem lehet minden listával egyet érteni. Értem én a szerkesztő érzékenységet, meg a játékot, meg a lelkesedést, de akkor sem értem ezt, hogy a top tíz mondja Ákos, és lecsapja a telepont. És lecsapta, úgyhogy itt még mindig halljuk a vonalat. Ötödik, a világ ötödik legjobb filmje, a rajzoló, a rajzoló szerződése. Peter Greenaway 1982. Sokakat meglep ez a film, biztos vagyok benne, hogy é, hogy terült ide. És ha már Peter Greenaway, hát ez egy nagyon másfajta film, nagyon más filmnyelv, összetett, sokrétű, szépen lehet fejtegetni, de művészfilm, ezt valljuk be, igazi műalkotás, úgyhogy kell ehhez egy kis kávé, Szabi, meg egy kis odaszánás mint minden jó filmhez, Zsolt írja a rajzoló is nagyon jó, de én az éj és két nullára cserélném. Juli írja, hogy a szakács a tolvaj a feleség meg a szeretője. István pedig azt mondja, hogy a Peter Greenway filmek közül nekem a legkevésbé tetszett a rajzoló szerződés. Ezek szomorú dolgok, hát nem? Igen. E, ugye azzal a kiindulás, hogy Péterünk festőnek tanult, és máig azt gondolja, hogy egy film az miért a történetre épül, amikor összművészet és a vizualitás az egyik alapja, a másik meg a zene. Tehát hogy ez a barokkorban játszódik, és akkor még az építészet, tehát Épi ez komolyan Igen. van véve, ez az összművészet, hmm. itt építészeti rajzok vannak, és a, még egy vonalt hoznék be, és ez a feminista vonal, tehát itt nők játszogatnak férfiakkal, és akkor lankasztás, lohasztás, spoiler, meghal a hűső. Mert hogy mi de is az a... alaptörténet? Van egy rajzoló, akit fölkér egy angol arisztokrata hölgy, hogy rajzolja már körbe kastélyukat, birtokukat, de közben kiderül egy más. És gyakorlatilag de ez nem csak egy festőről szól, hanem magáról az alkotóról, meg az alkotásról, meg hogy mi mindent fedezünk fel, miközben alkotunk, bemutatunk, Nő... megismerünk, leleplezünk. Nők hatalmáról, művészet hatalmáról, film hatalmáról. Aki most kezd filmet nézni, az ne ezzel kezdje, mert ez... Ezzel koronázza inkább. Így van. És akkor a világ negyedik legjobb filmje, Hamu és gyémánt. El is énekelhetnénk. Igen. És hát ez egy óriási felfedezés <laughs> volt. De 1954, igen ugye mi történt, véget ért a háború, de néhányan még folytatnák a harcot, mert nagyon nem mindegy, hogy kikerül hatalomra. Lengyelországról van szó, és abban a kegyelmi éjszakán játszódik, amikor a lengyeleknek, hát azt mondanám, hogy el kell dönteniük, de igazából nincs döntési helyzet. Eldölt, ez a, is eldölt. szép. A szovjetek végre kiűzik a csúnya gonosz megszálló Nemzeti szocialistákat is ugyanazzal a mozdulattal behozzák a maguk csúnya, undorító és gonosz marxista totalitárius diktatúrájukat. Hát aki gondolkodik, dilemmázik, még rá kell, hogy szálljon magát, hogy egy lengyel filmet nézzen, az csak az első jelenetet tekintse meg, mert hogy a halál és az élet ennyire gyönyörűen egymás mellé még nem lett állítva, mint ott az első templom romi jelenetben, meg aztán a későbbi. És nem csak képileg, hanem ott kiderül, és akkor ez egy ilyen előlohasztás, tehát hogy a partizánok rossz embert lőnek teljesen Ez már, már második lengyel az a fiakat. De nagyon sok ilyen furcsaság van, ami meglep bennünket, és itt van a főhős, Cibulszki, a lengyel vagy kelet-európai James Dean, hát zseniális figura, Nem magával, James Bond. Igen, magával ragad bennünket. És nyilván elgondolkodunk, hogy ő egy igazi hős, vagy pedig egy hasznos hülye a nagyok játékszere. Egy döntés azért mégis van a filmben, és ez az felőli döntése, hogy kiszáll-e a mókuskerékből. És a szerelmet választja. A totalitáris diktatúrák örlődéséből, és elköteleződik-e. És hát Hamu és gyémánt, amikor még nem értjük a címet, akkor is milyen gyönyörű. Uh -huh. De hát az életünkben azért ugye mind a két anyagot ott az ugyanaz a szén alkotja, és könnyen lehet gyémántból, hamú. Hamúból azért nem olyan könnyen lesz gyémánt, ahhoz kell néhány milliárd év. Az ember mit akar kezdeni az életével? És egyébként ez Scorsese és Coppola kedvenc filmje, illetve ha már K-Európa, akkor a Szállnak a Darvak még szóba jöhetett volna. Na de, a világ harmadik legjobb filmje! A hét szamuráj! Hát nem véletlenül ez volt, Szabi, az első adásunk. és egy, ezt egy kicsit bánom. Első adás. Igen, mert hogy ma már mennyire profik vagyunk, aki a kuroszava 1954. Hát a, meg voltunk illetődve, akadozott a szavunk, még nem tudtuk, hogyan kell fölkészülni egy rádió adásra, és hát ez a példamutatásról szól, a kooperációról, becsületről, félelem és leszketés volt bennünk, bátorságról, önfeláldozásról, a társadalmi szerepekről, kötelességről, mi az alapja, hogy a banditák sanyargatják a falut, és a a már nem bírják, és hét szamurájt kérnek fel arra, hogy védjék meg őket, aztán közben kiderül, hogy a hét szamuráj nem is szamuráj, vagy nem mindenki az, talán nem csak úgy egy szamurái. nem szamuráj, <laughs> És hát sok minden megmarad a filmet nézve egyébként, ez fekete-fehér készüljünk fel. Például az az idétlen folyamatos tömeges szaladgálás, ahogy sz csatánál mennek, de például fontos, hogy. Aztán nincsenek rájövünk, itt... hogy ez tánc koreográfia. Így van. És hogy n itt nincsenek trükkök benne, a vágások nagyon minimál, normálisak és nagyon mások, hanem itt nagyon elő van, minden elő van készítve, az összes csatornát mozdulatról mozdulatra, hogy ki hova szalad, meg van előre határozva. Hogyan leszünk férfiak? Ez foglalkoztat egy gyulát is és engem. Igen. E Egyszer majd remélem férfiak leszünk néhány évtized múlva. Ez a film mindenképp a segítségünkre siet. Egyébként Hunor írja, hogy nálam a vihar kapujában váltaná a hét szamuráj. Hát mi engedelmeskedtünk Hunornak. Mert hamarosan a második helyen egy másik Kurosawa <síns> filmet köszönhetünk. elsőre haték. mindegyik szamurái ugyanolyannak tűnik, és aztán oh, egy idő után egy már nagyon-nagyon szépen meg tudjuk őket különböztetni. Van a Morgan Freeman, meg a fegyelmezetlen, meg a szerelmes, meg a buddhista, aki a halálos összecsapás előtt még relaxál egyet. Na de, a világ második legjobb filmje. <síns> A vihar kapujában kirendezte valami japán. Valami japán, és hát ez azért fontos alkotás nekem mert kevés filmre hivatkozom ennyiszer, mint erre. Ezt jól mondod, igen. Én meg ugye jó, jó végeztem, és szerepet játszott ez a film, is. nem akarom minden filmnél előni. Ez a film ugye szintén tárgyaló termi dráma, ami nem teljesen világos. Akutagawa Ryunosuke több novellájából, főként kettőből van összeszőve, tehát van egy kerettörténet is, és kerettörténet szerint kiderül, hogy egy bíró előtt tesz tanúvallomást az összes szereplője, mind az öt szereplője a történetnek és a mik a kamerában néz, tehát ránk néz a tanúvallomás tévő, tehát akkor kik vagyunk? Mi, mi vagyunk a bírók. És nincsen könnyű hmm. szerepünk, mert jönnek a tanúság tévők, aztán persze nem csak a hangjukat halljuk, hanem el is van játszva filmes eszközökkel, hogy mi történik, ugye megerőszakolás, gyilkolás, öngyilkosság, rablás, nem teljesen világos, pont erről szól a film, hogy nem teljesen világos, és az öt ember egészen másképp adja elő. Tehát egyrészt az az igazság megismerhetetlensége, de még egy, még egy ennél bonyolultabb ennél, mert aztán elkezdünk belegondolni, hogy miért úgy torzítja a valóságot az az illető, és kiderül, hogy az ő jellemhibái miatt adja elő másképp a történetet. Tehát nem az érzékelése miatt, hanem a, a bűneink miatt másképp látjuk a világot. Hmm. És hogy még fontos logikailag, hogy amikor halljuk a második, meg a harmadik beszámolót, akkor az elsőhöz, meg a másodikhoz, az előzményekhez csatoljuk, és kiderül, hogy ezek homlok egyenest ellenmondanak, mondanak, tehát nekünk mindent törölni kéne, és újra kéne fölépíteni ezeket a narratívákat, vagy konstrukciókat. Egyébként, ami érdekes még, hogy mindegyik beszámoló, narráció, vallomás más japán színházi stílusban oh. van megfogalmazva. Na de... De mi a világ legjobb filmje, Gyula? Na vajon ki lehet a rendezője? Alfred Hitchcock 1958 szédülés. A vagy vertigó. <laughs> És kérdezem, Szabolcs, beleszerettél a filmbe? Beleszerettél a nőbe? Nagyon elgondolkodhatott István véleménye, hmm. aki azt írja, a szédülés volt az a film, amelyen a moziban mindenki bealudt. Hmm. És miután felébredt, elhagyta a színházat. Mi voltunk az utolsók. Erre ugye azt feleltem, hogy kedves István, akkor itt az elemzés róla, amelyen lehetetlen bealudni. Hm. Tehát hihetetlenül megvezeti a nézőt hícsko. Hát beleszerettünk a nőbe, igen, de melyik nőbe? Melyik nőbe? -abba, amit mi magunk teremtettünk igen, abban a nőbe? Nőbe? Itt van egy szőke, jeges, ki nőszemély, Kim Novak adja elő. E, aztán eltűnik. De nem a zenekar. Nem, eltűnik. Majd a film 75. percében meg is hal. Lankasztás. Vagy mégsem hal meg. Lohasztás. És é, egész más és a, irányt vesznek a a közönség, a kritikusok meg oda vannak érte, rengeteg technikai újítás jellemzi ezt a filmet. Fártolás, zoomolás egyszerre, hogy kifejezzük a tériszonyt. Igen, de Gyula meg Szabi, a két hős szerelmes önmagában nézett, ezért raktuk az első helyre ezt a filmet, nem a filmes megoldások miatt elsősorban, hanem a férfi és a nő viszonyával kapcsolatban. Különösen ez egy férfi szempontú film, uh -huh. noha a nő a főszereplő, tehát, hogy a, a férfiak hogyan kreálják, meg hazudják el, meg gyilkolják meg, meg támasztják föl a nőt, meg a szerelmüket, és vajon kibe, mibe szerelmese? De és hol van mit, ebben Melyik a... szerelmünkben kit látunk, mit keresünk, stb. Ez és akkor eljutunk Freud bácsiig is, úgyhogy ez a film is hát egy nagyon komoly megbeszélést követel utána, vagy egy komoly rádióhallgatást Zseniális az adásatok, csodálatos ez a tízes lista, teljesen meggyőztetek, mindenben igazatok van, nincs hozzátenni valóm, írja, so sehol senki. Ó, csalódtam, Szabi. <laughs> hát ez volt a tekercsös tekintet. A világ tíz legjobb filmjéről beszélgettünk. Én Nagy Én pedig Szőnyi László Gyula.